Egy álom első fázisa vált valóra, de már dolgozunk a következő szakaszon, ami a tornaterem felújítását jelenti. Tudattam megjelentekkel köszöntő beszédében Ceglédi Rudolf polgármester. Nekem nagyon-nagy öröm látni, hogy a felújított iskola kinéz. Öröm látni, hogy ez a régi épület, ami ilyen fontos szerepet játszik már évek óta a diákok életében, most ilyen szép és új. Hát nagyon tetszik minden, nagyon szép lett minden, úgyhogy nagyon örülök ennek az építkezésnek, hogy sikerült ennyi idő alatt ilyen remek állapotba hozni végül is. A Zentai gimnázium épületét az elmúlt hónapokban a szerb és a magyar kormány támogatásával teljesen felújították. Az áram, hálózat, a kanalizáció, a vízvezeték, az összes tanterem, a folyosók, az irodák. Tehát teljes felújításra került sor, amelyet a szerb állam finanszírozott. A magyar államtól a Bethlen Gábor ZRT, alapkezelő ZRT jóvoltából pedig egy új szárnyal bővült az épület. Ez egy majd 600 négyzetméteres új szárny, 6 új tanterem és egy ebédlő rész, illetve toalettek épültek fel. A használatbavételi engedélyt még várjuk, reményeink szerint a napokban megérkezik, a műszaki átadáson az épület átesett. Ezzel nagyon sok generáció álma vált valóra, hiszen ha megkezdődik itt a tanítás, akkor a diákok olyan 21. századi körülményekben tudnak itt tanulni és dolgozni, amit megérdemelnek. Az Zentai Egészségügyi Középiskola azon kívül, hogy egy 21. századi épületben folytatja a munkáját, a hozzáépítéssel két új tantermet kapott, két szaktantermet. Ugye tudjuk, hogy a szakiskoláknak kicsit külön igényeik vannak, ami a gyakorlati oktatást illeti. Az egyik szaktantermet elkapják a gyógyszerészek laboratóriumnak, itt fogják majd gyakorlatban is a gyógyszereket legyártani. Azon kívül a másik tantermünk az orvosoké lesz. A felújított épületbe a tanulók december 3-án költöznek vissza.